Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Hun Televíziónak a Politika, ahogy én látom nevezetű műsorában. Mai napi vendégem ismét Novák Előd, országgyűlési képviselő, akit szeretettel köszöntök a műsorunkban. Köszönöm a meghívást és zajlik a az nézőket. Élet, Magyarország is sok minden történik, világban aztán pláne. Kedves Előd, ezért hívtalak tére, hogy mint politikus, hol látod a legsürgősebb mondani valókat ezzel kapcsolatban? Hát talán amiről a legutóbb beszéltünk telefonon, a egyik ilyen akut probléma az a szűrővizsgálatok kötelezővé tétele, ami ugye egy érthetetlen és új dolog, hiszen eddig csak gyermekek számára láthattunk esetleg hasonlókat, most pedig jogszabályilag egy saláta törvényben a választások más napján egy nap alatt keresztül nyomtak mindent. Egy hatalmas, azt hiszem, hogy ilyen 91 oldalnyi törvényjavaslatot nyújtottak be, igen, és még 32 módosítást este. Most ugye ezeknél a salátatörvényeknél az a fő probléma, hogy nagyon rövid időt adnak arra, vagy egyáltalán nem adnak időt arra, hogy az ember át tudja olvasni, hogy tudjon erre reagálni. Hatalmas mennyiség. Most ráadásul ezt kivételes eljárásban egy nap alatt keresztül nyomták, ráadásul a választás után. Előtte még a választások hetében a házbizottságban tudakolva a jövő heti ülést kérdeztük, hogy várható-e, hogy valamit benyújtanak. Azt mondták, hogy semmi különös nem várható. És mégis, ugye a foci EB alatt a szokásos nyári ülésrend az szünetelni szokott, és most mindent, amit nyáron akartak volna, azt egy törvénybe betették, benyújtották a választás másnapján. Tudni az, hogy ki volt ennek az előterjesztője? Hát a kormány maga több miniszter is felelős ezért, illetve ő magában azt, hogy letagadják a választás előtti csütörtöki napon azt, hogy a jövő héten készülnének bármire is. Majd benyújtanak hétfőn, nem egy kétsoros vagy kétoldalas, hanem 91 oldalas, tehát nyilvánvalóan dolgoztak rajta, tehát nyilvánvalóan hazudtak már megint a választások előtt, hogy készülnek-e bármire is. És hát a foci EB-re hivatkozva, vagy hát arra nem hivatkozva, de mégis amiatt nem hajlandók nyári ülésezést, érdemi vitákat lefolytatni, és mint egy választás utáni fekete levesként jött ez a saláta törvény, amiben persze van jó is, hát 91 oldalnyiban mindig van jó, tehát én mondjuk indokoltnak érzem a mobiltelefonok iskolai korlátozását, amire Abszolút. Ez a törvény lehetőséget biztosít, bár hogy tényleg meglépik-e majd rendeleti szinten, azt nem tudjuk. Tehát van, ami jó benne, éppen ezért egyébként nem is lehet ilyenkor igent vagy nemet mondani egy ekkora saláta törvényre. De elsőként világítottunk rá, én magam is vezérszónoklatomban, hogy a szűrővizsgálatok kötelezővé tétele teljességgel elfogadhatatlan, de egyébként érthetetlen is, hogy miért volna erre szükség, hiszen azok, amiket utána rendeletben ugye kiadtak egyelőre hármat, azok nem fertőzésveszélyről szólnak. Tehát mondjuk rákos megbetegedésnél nincs az a társadalmi szempont, ami miatt... Átadjad a buszon valakinek. Igen, ugye? Tehát ez egy érthetetlen. És hát főként az, hogy várólisták vannak. Elképesztő várólisták, ugye már a szűrővizsgálatoknál is. Ha még több szűrővizsgálat lenne egyébként, akkor még több ellátnivaló betegnek, még nagyobb várólistái lennének. Tehát ma elsődlegesen a várólistákat kellene megszüntetni a kormányzatnak, ez volna a felelőssége. De sajnos az Európai Uniós összehasonlításban sereghajtók vagyunk, hogy mennyit költünk az egészségügyre, a legkevesebbet, az összes EU tagállam közül GDP arányosan. Igen, van itt még egy másik nagy probléma is, hogy azok a szerencsétlen emberek, akik élete folyamán fizették a TB-t, hiába fizették 40-50 éven keresztül, hogyha bajban vannak, nem kapnak segítséget. De hogyha te privátként fizetsz 2-3 millió forintot, akkor másnap már foglalkoznak veled. Igen. Hát itt van egy olyan társadalmi igazságtalanság, hogy ez nem szólt eltűnni. Hát pont a TB fizetések miatt szerintem az egészségügyi ellátórendszer működtetését kellene elvárni, és azt várja el minden TB járulékot fizető állampolgár. Viszont ezek a várólisták tulajdonképpen egyre bevettebb eszközei a működésképtelen egészségügyi ellátórendszer tehermentesítésének, és azért ez fájó, és talán durva kimondani, de valójában mit jelent a várólista? Azt, hogy az elhalálozók és a magánegészségügybe menekülők könnyítsenek az állami rendszeren. Erről szól, hiszen ha úgy is el kell látni előbb-utóbb a várólistán lévőket, akkor az államnak ez nem költségmegtakarítás, legfeljebb halasztást jelentene. Tehát nyilván arra játszik, hogy ne is kelljen ellátni, mert valaki vagy meneküljön a magánegészségügybe, mondjuk általános példa erre mondjuk a fogszabályozás, ugye 4 kisgyerekem van, és így is tapasztalom, hogy tényleg mindenkit az osztályból rendszeresen fogszabályozásra küldenek, tehát 30-ból 30 gyereket.
de egyetlen egynek sem biztosítja ezt az állam. Tehát gyakorlatilag ez lehetetlen. Tehát a legtöbb településen betelefonálnánk. Magámba kell fizetni? Hát így van. Tehát hogyha betelefonálnánk, hogy hol van ilyen, nincs is ilyen szolgáltatás gyakorlatilag. Ha van, akkor majd ősszel telefonáljon, mert már mert várólista sincs. Tehát ha várólista van, akkor legalább föl lehetne iratkozni. Igen. Egyébként az sincs. Tehát hogy azt mondják, hogy hát majd ősszel lehet esetleg föliratkozni, de amikor ősszel telefonálunk, akkor már megint betelt, telefonáljunk megint fél év múlva. Tehát gyakorlatilag az állam nem biztosítja az ellátórendszert. Mondhatjuk, hogy összeomlott az egészségügy. Mondhatjuk, hogy államcsőd van egyébként. Persze lehet azt mondani, hogy majd amikor már a nyugdíjaknak is mondjuk már csak a 10%-át tudja kifizetni az állam, hát akkor sincs államcsőd még. Lehet így is fölfogni. Én már úgy fogom föl, hogy gyakorlatilag államcsőd van, gyakorlatilag nem biztosítják ezt a TB befizetőknek sem az egészségügyi ellátást, például várólistákra, például magánegészségügybe kényszerítik, vagy a halálba őket. Igen. Tehát indokolt volna azt gondolom a várólisták megszüntetése, elsődlegesen ez volna indokolt. Most ehelyett terhelik mondjuk felszólítgató pereskedő eljárással az egészségügyi rendszert, hogy kötelezővé teszik, és büntethetővé teszik, 5 millió forintos bírságról beszélnek, és ezzel terhelik az egész rendszert egy ilyen bürokráciával, hogy hadakoznak majd azzal a néhány százaléknyi ellenálló valaki, ilyen vagy olyan ok miatt, de nem szeretne valamilyen szűrővizsgálaton részt venni. Egyébként ugye az egészségügyi ellátás visszautasításának joga még a betegeket is megilleti törvény szerint, elvileg, hát nem, hogy az egészségeseket. Tehát szerintem joggal mondjuk azt, hogy az egészségügyi önrendelkezés keretein belül a modern korszerű tájékozott beleegyezés elve az pont azt jelenti, hogy kapnak egy tájékoztatást az állapotukról, az ellátás szükségességéről, indokoltságáról, vagy a szűrővizsgálat indokoltságáról, kapjon egy behívót, legyen lehetősége, ha szeretne elmenni bőrgyógyászati szűrővizsgálatra, hát fél évekre adnak jó esetben időpontot, tehát legyen lehetőség elmenni, de az állam tulajdonképpen ezt nem biztosítja, és ezért indítottunk egyébként most egy tiltakozó aláírásgyűjtést is a mihazánk.hu/petíció oldalon, hogy a kötelező szűrővizsgálatok helyett inkább a várólistákat csökkentsék. Uh-huh. Ugye én nőgyógyász vagyok, és én rendszeresen végeztem is a mészáj rákszűrését, illetve a mellnek a rákszűrését. Ugye Magyarországon, én Németországban éltem 25 évig, tehát Németország picit másképp volt, mint Magyarországon. Itt a melleknek a szűrését leginkább a sebészek csinálták Magyarországon, nem a nőgyógyászok, pedig én szerintem teljes mértékben nőgyógyászat feladat lenne. Ugye a mészájnak a rákszűrése az idáig is meg volt oldva elméletileg, mert a nőgyógyász az, hogyha jött hozzá egy beteg, és az elérte a 20 évet, és az a nő az rendszeres szexuális életet élt, akkor gyakorlatilag valahogy jogosultá vált az, vagy kívánatos volt az, hogy évente, két évente csináljunk egy részben kolposzkópos vizsgálatot, majd citológiát. Ugye a kettő között nagy a különbség, mert a kolposzkóp az most vizsgálatnak kapcsolatban két különböző folyadékot teszünk a mészáj felületére, ami viszont kicsapja ott a fehérjét, ahol vírusfertőzés van. Tehát teljesen egyértelműen láthatóan válik, hogy hol van egy esetleges veszélyes vírusforrás, és ez nagyon egyszerű eltávolítani, rátesz ember egy kis lápisz ecsetelést, vagy elektromos kauterrel azt ott leégeti, az ott akkor az leválik, és akkor oldalról szépen rákúszik az épham, és meg van gyógyulva az illető. A citológiának azért van lényege, mert hogyha ott az ember be tud menni egy picikét a mészáj belsejébe, és ott is, hogyha körbe kaparja le a sejteket, akkor kap egy egyértelmű választ, hogy a mészáj csatornájába valamilyen elváltozás, mert azt a kolposzkópa nem látjuk, hogy mi van a csatornán belül. Tehát, hogyha ezt a kettős vizsgálatot az ember csinálja, akkor, és ez negatív. Ez nagy valószínűség, nagy megbízhatóságú vizsgálat. Ez teljesen megbízható. És ez több évtizede. És legalább öt évig garancia, hogy rák nem lesz. És ez több évtizede bevált eljárás, ez, ugye? Ez már, hát amióta orvos vagyok, 79 óta, ez már így zajlott. És ezzel nem is volt soha probléma, mert az emberek szívesen jöttek erre, látták is, hogy megelőzi a vizsgálat, indokolt is a vizsgálat. Gyakorlatilag teljes mértékben ki lehet szűrni, hogyha időben jön valaki a rossz indulatú betegséget. Tehát ez egy elfogadott dolog volt. És én nagyon felugrottam arra, hogy ezt kötelezővé akarják. Miért kell ezt kötelezővé tenni, mikor úgy is csinálják az emberek maguktól? Ez a kényszer benne, ez viszont már gyanút kelt. Mindig. És ugye az a bírság, hogy 5 millió forintos bírság, most így belegondoltam, hogy a gyorshajtást, ahol viszont tényleg veszélyeztetjük mások testi épségét, életét is akár egy gyorshajtás esetén, ott ugye 30-tól azt hiszem 300 000 forintig terjedő bírságról van szó.
itt meg 5 millió. Most gondolj vele, aki valaki 3-4-szer nem megy el, akármilyen oknál fogva, ezt a pénzt ráterhelik a házára, és elveszik neki a házát. Csak az ember esetleg 3-szor nem ment el egy vizsgálatra. Meg mennyi energia levelezgetni, pereskedni azokkal, akik valamiért nem szeretne, mert viszonyognak mondjuk. Tehát én szerintem szíve joga, ha valaki nem szeretne elmenni, illetve egyébként egy írásbeli kérdést is benyújtottam az egészségügyi miniszterhez, Pintér Sándornak, bár pikáns, hogy a belügyminiszter is, tehát a kényszerítéshez nem kell messzire menni, ha esetleg ilyen eszközökkel is élnének, és hát benyújtottam írásbeli kérdést arra vonatkozóan, ami ugye mások, már a férfiakat is érintő vizsgálat, amivel kapcsolatban ugye Mihalik Angelika, az Orvosok a Tisztánlátásért csoportnak a jogvédője hívta föl a figyelmünket, és hát erre azt gondolom, hogy jó lenne, ha választ kapnánk, mert a rendelet alapján a vastag és végbél szűrés nem invazív módon is elvégezhető, tehát székletből, és hát ki fogja eldönteni, és mi alapján? Németországban ez nagyon jól működik, van egy hemokult nevezetű kis teszt, ami a mikroszkopikus vérmennyiséget kimutatja. Tehát, hogyha veszel egy székletmintát egy kis spatulával, rákentsz erre, egy kis ablakocska volt arra, abban a székletből, és rápöttyentesz ebből a teszt folyadékból egy cseppet, ha vér volt a székletében, akkor azonnal bekékül. Tehát teljes, és ezt csináltuk a 40 éves, 45 év körüli nőknél, vagy hát ugye nőgyógyász volt, nők jöttek hozzám, rendszeresen ezt kínáltuk az embereknek, tehát ezáltal meg a legkisebb stádiumban levő olyan rákos elváltozás, ami kicsit vérzéssel is szokott járni, már ki tudtad mutatni. És hogyha ez pozitív volt, akkor aztán nyilván indokolt volt egy további vizsgálat. De ha negatív volt, akkor teljesen semmi értelme nem volt. Igen, csak most nem tudjuk, hogy kinek csinálnak ehelyett, viszont ez kellemetlen, sok esetben fájdalmas vastagbél tükrözést, és hát kinek viszont elég mondjuk székletet beküldeni. Tehát nem csoda, hogy ettől sokan viszonyognak, és a kötelezés, a több milliós, többször kiszabható bírság, ez megint komoly kérdéseket fed fel, miközben az állam ellátni sem tudja. Tehát ugye erre sem kaptunk igazándiból választ, a törvényjavaslat vitájában sem, most írásbeli kérdésben próbálkozom, erre kötelesek ugye 2 héten belül választ adni, és lássuk, hogy hogyan próbálják mondjuk az orvoshiányt pótolni. Hogyan próbálják egyáltalán a várólistákat csökkenteni. Próbálnak elmozdulni arról, hogy az Európai Unióban a legkevesebbet költ a magyar állam egészségügyre. Ezekre nem nagyon látjuk a válaszokat, csak a kötelezés. Előtt mondok neked ezzel kapcsolatban valamit. Te ugye, mint politikus nem engedheted magadnak, hogy nyilvánosság elé jöjjél egy esetleges kontraelmélettel. De én, mint praktikusan kezelő orvos, látom egyértelmű az, hogy a COVID-oltás, hogy milyen borzasztó utóhatásai vannak az ember, rengeteg ember belepusztult. Hozzám jött a Robert Koch intézetnek Németországból az a 2020-ból való állásfoglalása, ahol leírják, hogy a oltóanyag nem véd a fertőzés, vagy a fertőzés ellen, sőt, akár halált is okozhat, kiadják kommunikében, de a politikusok pontosan ellentétes nyilatkozatokat adtak, tehát gyakorlatilag minden politikus Németországban tisztában volt azzal a Robert Koch intézet adatai alapján, hogy itt egy népirtási akció zajlik. Na most ennél fogva az a lobby, aki eldöntötte ezt a népirtást, mert nem hatták abban, lehet látni a következő intézkedésekből, hogy ezzel még mindig dolgoznak. Mi a garancia annak, hogyha elmegy egy szerencsétlen ember egy ilyen bélvizsgálatra, amit általában bódulatba csinálnak, hogy nem fogják közben beadni neki a messenger ellenes oltást? Hát egyébként ebben a kérdéssokorban, amit most benyújtottam, 7 kérdést, az első kérdés az pont arra vonatkozik, hogy a Covid diktatúra idején sok tekintetben, sok társadalmi csoport esetében kötelezően beadott oltások okay. esetében vizsgálják-e a mellékhatásokat, káros következményeket, lehet erről tudni valamit ezekről a vizsgálatokról? Hát mi nem látunk, igen, és nem is érdeke de az a kormányzatnak sem. Orvosok se jutnak hozzá. Hát én nagyon fájónak tartom, és nem is csodálom tulajdonképpen, hogy egy kicsit megrendült a társadalom bizalma az orvostársadalomban is, de főleg az egészségügyi kormányzatban, hiszen amikor kiplakátolták szert az országban, hogy az oltás működik,
akkor, amikor, hát egyrészt most már tudjuk, hogy nem igazán működött sajnos, másrészt akkor nem lehetett tudni, és éppen ezért felelőtlenség is volt részükről olyan elbizakodott ígéreteket tenni, mint Orbán Viktor is ugye aki mondta. Aki nem oltja be, az meghal. Igen, meg hogy aki viszont beoltatja magát, arról lepattan a vírus, mert igen. Egy golyóálló mellé, ugye. És ez szerintem felelőtlenség volt, mondjuk Merkeli Béla részéről is, ugye ez a nevét, arcát adta, hogy az oltás működik, amikor nem tudtuk, hogy fog-e valójában működni. Magyarországon, de világszerte is az a helyzet, hogy minden egyes orvos tudta, hogy kísérleti oltásról van szó. Ezt mindenki tudta. És ez egy orvos etikai kérdés, hogy kísérleti oltást egy embertársamon nem szabad beadni. Csak akkor, hogyha ő beleegyezik egy kísérletbe. Magyarok, hát aláírattak mindenkivel. Jó, de nem a kísérletbe oldozatban, hanem ő rá kényszerítették az ember a felelősséget. Hogy vállalhat egy szerencsétlen laikus ember egy felelősséget olyanért, ahol még az orvos se tudja, hogy mit ad be? Igen. Nem az embert akarom itten elmarasztalni, az orvost. Mert az az orvos, aki bead egy kísérleti oltást, annak benne van a pakliba, hogy megöli a beteget. Mert nem tudja, hogy 2-5 év múlva mi lesz a következmény. Most már látjuk, meghaltak embereknek 10 000-ei, 100 000-ei. Tehát ezek az orvosok, akarva, akaratlanul belementek a népirtásba. Hát lépcsőzetes volt a kényszerítés. Ugye először az egészségügyi alkalmazottakat, az orvosokat kényszerítették. Hát pont azokat, tehát, ha pedig ők már ehhez adták, akkor utána léptek tovább, és hát egyfajta érzelmi zsarolás is volt. Tehát most, hogyha eltekintünk attól, hogy kötelező volt a pedagógusoknak, honvédeknek. Katona még. De ha ezektől eltekintünk, egyébként is milyen érzelmi zsarolás volt mondjuk a szülők és a gyermekei, unokái generációja tekintetében, ugye, hogy azt mondták, hogy felelőtlen az a szülő, az a gyermek, aki a gyermekét odaengedi a nagyszülőköz, be kell oltassa magát. Tehát, hogy családok között is feszültségeket szítottak. Tehát ez egyik része a felelőtlenségnek, a másik pedig, hogy a mai napig sem vizsgálják ezeket a káros következményeket. És akkor most jönnek az újabb kényszerítések. Én azt gondolom, hogy inkább a várólistákkal kellene foglalkozni, és ebben kell, hogy szerintem nyomást is gyakoroljunk a kormányzatra. Tehát nem a szűrővizsgálatokat ellenezzük, hanem annak a kötelezővé tételét. Bőven elég előrelépés volna, hogyha ha valaki szeretné elérni a szűrővizsgálatokat, az néhány héten belül tényleg elérje, és utána pedig indokolt esetben rögtön, vagy néhány napon, héten belül kapjon ellátást is. Mm-hmm. Másrészt, hogyha indítanának egy-egy kampányt arra, hogy mely szűrővizsgálatok fontosak, hogyha küldenék az érintett népcsoportnak, társadalmi csoportoknak, korcsoportoknak, behívást erre, akkor önkéntesen ezt megtehetnék, így is az ellátórendszer szűkössége. Beszéljünk egy picit még azért a mammográfiáról, mert ez is egy ilyen kényszer alatt levő intézkedés lenne. Azt tudni kell, hogy amikor elkezdődött ez a mammográfiás röntgenvizsgálat 60-as, 70-es években, akkor még nem voltak nagy teljesítményű ultrahanggépek. Tehát az akkor levő ultrahanggépek azok még elég gyengén működnek, nem volt tökéletes a kép. Tehát ez a, de akkor sem volt ártalmas az ultrahang. Az ultrahang nem volt egy, most sem, most sem ártalmas. De az biztos, hogy akkor még az volt a hozzáállás, hogyha pontosan akarom tudni, hogy valakinek van-e rákja, vagy nincs, akkor elküldöm mammográfiára. Mert tényleg biztosabb volt annak a diagnosztikai értéke, mint egy ultrahangvizsgálatnak. Csak ugye azóta eltelt már 50 év, vagy 60 év, olyan fantasztikus ultrahanggépek vannak, akár megmutatom neked a rendelőbe, hogy sejtszinten lehet látni mindent, ami a mellben van. És ezzel nem károsítom a mell, nem kell összepréselnem, ráteszem szépen a mellre, végighúzom a mellfelület, és gyönyörűen lehet látni minden mirigyet, minden izomrostot, csodálatosan lehet látni. Tehát ebből a szempontból már ilyen technikai fejlett gépeknél teljesen fölöslegesé válik a mammográfia. És a mammográfiára ugye azért is kell beszélni, mert ottan azért a mellett eszméletlenül összepréselik. Na most, hogyha elindul a mellben egy rákosodási folyamat, azok általában nagyon lágy szövetből álló valamik, és hogyha te prés alá teszed, akkor benne van a pakliba, hogy ez belepréseled az épp szövetekbe. Tehát elindítod az áttétképzést. És én szerintem nem egy embernek ez volt a végzete, hogy ugye átétet képzeztek, és ugye a mellrák az tudott dolog, hogy a bordákba, a májba, csontokba, az agyba elég gyorsan átétet képez, és hogyha bekerül az agyba, akkor már csak hetek kérdés, és meghal az illető. Mert sose ettől a kis göbtől hal meg az ember, hanem mindig az átétektől.
És a mammográfia sajnos ezt elősegíti. És aztán a következő dolog a biopszia. Mert egyikből következik a másik. Megállapítanak egy csomót, és akkor ebbe biztosak akarnak lenni, hogy most akkor szövettanilag igazoljuk, hogy valóban rák vagy nem rák, tehát beleszúrnak a szövetbe, kiszívnak belőle a sejteket, és akkor ezt nyilván vizsgálják szövettani szempontból. Csak akkor gondolkozunk be, hogy mi történik egy ilyen dologban. Egy 1 köbcentiméteres tumor, az durván 1 milliárd sejtet tartalmaz. És ebbe beleszúrok, kiszívok egy pár sejtet, oké, megvan a szövettani anyagom, de amikor húzom ki a tűt a rákos sejtből, akkor a tű felületén több százmillió sejt, vagy több százezer sejt van rátapadva a tűnek a felületére, amit mikor kihúzok a tumorból, az épp szövetekre rátapasztok. Tehát megint csak egy olyan dolgot csinálok, hogy elindítom a szórást. Igen, hát szerintem meg kéne adni a mérlegelési jogot ebbe az egészségügyi önrendelkezés alapján az állampolgár számára. Most nem mondhatunk beteget, hiszen nem feltétlenül betegről van szó, szűrővizsgálatokról beszélünk. Tehát mivel egy szabadság szerető nép vagyunk, szerintem ezt a lehetőséget meg kell adni, hogy mérlegelje, hogy ez számára ez a szűrővizsgálat szükséges-e, veszélyes-e, akarja-e. Tehát azért, amik több évtizede bevett elterjedt szűrővizsgálatok, azoknak szerintem az indokoltságát nehéz megkérdőjelezni, de ha valaki mégsem szeretné, hát jelenleg az állam azért nem bünteti azt se, ha valaki mozgásszegény életmódot folytat, vagy dohányzik, és sorolhatnánk. Tehát azért ebbe a rendszerbe úgy nehezen illeszhető be az, hogy valakit megbüntessenek 5 millió forintra, akár csak azért, mert nem vesz részt egy szűrővizsgálaton. Na most én nekem nincs, nem meggyőződésem, hogy ezt a magyar kormány találta ki, én szerintem ez egy felső butasításra jön. És aki tudja, hogy a WHO-t milyen személyek vezetik, ott van a Bill Gates, akinek az egész családja eutanáziával foglalkozik, ott van a Tedros Ghebreyesus, aki egy etióp tömegbűnöző. Tehát, meg aztán nemrégen hallottam azt, hogy a Bill Gates több milliárd eurót vagy dollárt ajánlott föl, azt hiszem az AstraZeneca-nak ott csinálják egy olyan vizsgálatot, vagy olyan vizsgálatsorozatot, amivel rá tudják bírni a madár influenzának a vírusát, hogy ne csak madarak között terjedjen, hanem terjedjen rá az embere is. Tehát itt gyakorlatilag hónapról hónapra találkozunk olyan információkkal, ami mutatja ennek a bűnöző népírtó társaságnak a gondolkozását. Na most akkor vajon, hogyha a WHO oldalára jön ez a direktíva, hogy ezt szűrést kell csinálni. Bennem az a kép, csak Conteo, de nem tartom kizártnak azt, hogy ők pontosan fel akarják statisztikájának mérni, hogy az ő gyilkos szereiknek milyen következményei vannak. Hát azt mindenképpen láttuk, ugye, hogy a magyar kormány egy ilyen egyfajta WHO mintaállamot szeretne létrehozni Magyarországon. De azt a központját, a központot csinálják. Szuverenitás védelem ide vagy oda, az egészségügyi önrendelkezés, az egészségügyi szuverenitás az ugye nem érvényesülhet. A WHO-nak lefeküdt a magyar kormány. Szerencsére voltak magyar civil, meg hát politikai tiltakozó hangok is, de azért nem olyan mértékben, mint mondjuk meg kell vallani Szlovákiában vagy Nagy-Britanniában, akiknek sikerült megakadályozni a WHO pandémia szerződését, de hogy aztán egy ilyen kiskaput felhasználva, a saját szabályait is megkerülve a WHO ezt a bizonyos IHR szerződését módosít, vagy szabályzatát módosítsa, és ehhez a magyar kormány asszisztáljon, ezt továbbra sem fogadhatjuk el, hogy most tulajdonképpen egy személyben hirdethet ki már a WHO főigazgatója a veszélyhelyzetet. Hogy ez aztán mit fog jelenteni a mindennapokban, ugye ezt ebből a szerződésből nem derül ki, mert olyan nemzetközi szerződésekből megszokott lózungok vannak benne, mint hogy a tagállamok támogatja, együttműködik, és hasonló igéket használnak, ami egy kicsit olyan gumiparagrafus. De azért látva azt, hogy Szijjártó Péter ugye legjobb barátjának nevezte, Tedros Ghebreyesus, hogy milyen szinte feküdt le a magyar kormány a WHO. Novák Katalin is ölelkezett vele, és puszi jobbra, puszi balra. Ebből azért az következik, hogy mindent végre fognak hajtani, és most ez a törvény egy kicsit úgy tűnik, hogy mintha egy újabb Covid hullám jön a WHO szerint, amire fel kell készülni, akár ilyen szűrővizsgálatok kötelező vétételével. Ugyan most még csak 3 szűrővizsgálatot hoztak párhuzamosan ugye rendelet módosítással, de mivel a törvény alap megvan, bármikor, egy perc alatt meghirdethetnek újabb szűrővizsgálatokat is, és ugye ugyanebben a törvényben pedig kötelezővé tették például a kórházakban az arcfelismerő beléptető rendszerek bevezetését, az egészségügyi adatainkban most már mesterséges intelligenciával is kutakodhatnak,
és kötelező szűrő vizsgálatokat rendelhetnek el. Hogy ezt a mesterséges intelligenciát egyébként, amit ráeresztenek a magyar állampolgárok szenzitív adataira, ezt valójában melyik nagy globális multicég fogja üzemeltetni, mondjuk a Meta Birodalomnak, vagy a Googlenek valamelyik alkalmazása, és ők férnek majd hozzá az adatainkhoz, ezt még nem tudjuk, de mindenképpen egy ijesztő irányba módosították. Előbb mi van akkor, hogy ezt az egész témát csak azért dobtak be a közvélemény elé, hogy csámcsogjon ezen, és közben háttérben történik egy olyan intézkedés, amitől jobban félnek, hogyha arról beszélne a nép, akkor ez az komoly problémát jelentene. Itt beszélek például a készpénznek a végleges elvételéről, mert ugye például Németországban jött a hír, hogy az egy év végéig bevezetik, elveszik a készpénzt a közforgalomba, a bankok megszüntették a készpénzforgalmat, és az a pénz, ez a digitális pénz, amit bevezetnek, ez egyrészt helyhez is kötött lesz, és időben is kötött lesz. Tehát gyakorlatilag egy teljes diktatúrát vezetnek vele be. Ez egy érdekes kérdés, amit felvetsz, hogy akár figyelemelterelés. Ugye azzal is kezdtem, hogy elfogadhatatlannak is tartjuk, de érthetetlennek is ezt a szűrővizsgálatos szabályozást, hiszen nem képes még a töredékét sem biztosítani az egészségügyi ellátórendszer, olyan várólisták vannak szűrővizsgálatok esetében is, hogy érthetetlen. Tehát valóban lehet, hogy ez a kormányzat részéről mondjuk egy kommunikációs fogás, hogy átterelje a kommunikációban a felelősséget az egészségügyi rendszer csődjével kapcsolatban az állampolgárokról, hogy hát ők nem jönnek szűrővizsgálatra, hát mi csinálnánk, de nem teszik. Nekünk van kapacitás. Nincs itt költségvetési probléma, de van valójában. Tehát ezt vissza kell utasítsuk, várólisták vannak a szűrővizsgálatoknál, tehát nem az van, hogy az állam szeretné, de az állampolgár nem hajlandó. Az állampolgárok rengeteg szűrővizsgálatot joggal követelnének, várnának el, fogászati, bőrgyógyászat is sorolhatnánk, és ezt az állam nem képes biztosítani. És hogy ezzel párhuzamosan, vagy ennek örve alatt milyen nemzetközi tendenciák vannak a szabadságjogok korlátozása, vagy a totális megfigyelés terén. Itt beszéltünk arcfelismerő rendszerről, de azért ez a pénzügyi digitalizáció is azért ezt a veszélyt mutatja, hogy minden lépésünket, minden költésünket, helyzetünket, helymeghatározásunkat ugye a digitális fizetéssel össze lehet kötni. Egy gombnyomással el lehet venni az emberek adózott jövedelmét, amire láttunk például nem csak Kínában, de hát ugye Kanadában is a COVID-diktatúra elleni kamionos tüntetések vélt szervezőinek bírósági döntés nélkül zárolták a számláit, tehát ez egy nagyon ijesztő folyamat, és én nagyon örülök, hogy a választások előtt addig eljutottunk, hogy már másodszor benyújtott alaptörvénymódosításunkat végre megszavazták bizottsági szinten, azaz tárgysorozatba vették az országgyűlésben. Először még lesöpörték, aztán amikor Orbán Viktor Toroczkai László számon kérte, akkor ő úgymond a jó rendőrő azt mondja, hogy hát ő mindent támogat. Na de hát akkor miért szavazták le? Most akkor ismét benyújtottuk. Hát most azt mondták a benyújtás után, hogy ha miniszterelnök úr támogatja, akkor ők mégis támogatják, nyújtsuk be. Még egyszer, benyújtottuk, megszavazták. Csak hogy plenáris ülésen lehet ugye alaptörvényt módosítani, egyelőre ott nem tűzték napirendre, úgy, mint az egy nap alatt keresztül nyomott saláta törvényt a többek közt a szűrővizsgálatok kötelezővé tétele ügyében. Tehát ősszel várható, azt ígérik. Hát ezt a nyomásgyakorlást folytatnunk kell. Én azt gondolom, hogy azért sikerre jutottunk ezzel az aláírásgyűjtésünkkel, hiszen kezdetben lesöpörték, az aláírásgyűjtés hatására is jutottunk el oda, hogy akkor végül mégis befogadták bizottsági szinten. Innentől már azért nagyon nehéz lenne visszakozniuk, időt még lehet húzni. Illetve amitől még félünk, hogy alaptörvényi védelmet kapna is esetleg a készpénz, utána a további lépéseket fogják esetleg gáncsolni. Gulyás Gergely most be is jelentett, hogy a 150 ezer forintos készpénz felvételi limitet nem hajlandók megemelni, mármint hogy annyi ingyenes, sőt, emelik a készpénz felvétel illetékét, és ezt át fogják árítani nyilvánvalóan a bankok. Tehát jelenleg ha jog is lesz is hozzá, tehát járna a készpénz, csak nem jut, ugye? Talán így szokták mondani. Ez a veszély fennáll, vagy az, hogy el lehetetlenítik, hogy ezer helyen nem lehet mégsem készpénzzel
fizetni, még ha a magyar törvényes fizetőeszköz nem is lehet esetleg a magyar jogrendszerből, gazdasági rendszerből kivezetni, de a volánbuszokon már ugye pluszdíjat kell fizessen, aki készpénzzel szeretne fizetni bankkártya helyett. Tehát ez nem helyes, és nem vagyunk a digitális fizetési lehetőségek ellen. Én is szoktam mobiltelefonnal fizetni, de nem a kizárólagosság. Tehát az, hogy nem marad az embernek készpénze, vagy aki azt szeretné kizárólagosan akár választani, annak ez a lehetősége nem marad meg. Ez mindenképp a kormányzat kezébe is egy olyan túlhatalmat biztosítana, amivel visszaélhet, és a korábbiakban azt láttuk, hogy ezek a jogokban vissza is élnek. Említetted Kanadát. Kanadára jutott eszembe, hogy egy olyan hírt kaptam Kanadából, hogy tudodok, a kormánya engedélyezte azt, hogy minden kórház, ha valaki a bekerült betegek közül kéri azt, hogy öljék meg, akkor a kórház elvégzi a kivégzést. Említenek is egy esetet, hogy egy úriember bekerül a kórházba, valamilyen baleset miatt kényszeroperációba, szóval meg kellett menteni az életét, de amikor aztán magához jött a műtét után, kiderült, hogy ezt nem tudja kifizetni. És szerencsétlen ugye nem akarta ezt a pénzt ráterhelni a családjára, tehát kérte, hogy öljék meg, és megölték. Most, ugye a nyugati kultúrkörben ilyenek előfordulhatnak, mi a garancia, hogy Kanada után nem veszi ezt át Európa, nem veszi ezt át Magyarország, mert ez egy ilyen példa, ez gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ez csak központi irányítás kérdése alatt. Az aktív eutanáziára már látunk is európai példát, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon veszélyes irány, illetve egyáltalán, hogy az egészségügy az inkább betegségügy, már így is láttuk, de hogy nem képes ellátni a feladatait. Szerintem leginkább ezzel kellene foglalkozni, az már említett várólisták felszámolásával, érdemi tudományos kutatások, hogy hogyan tudjuk visszaszorítani akár a rákos megbetegedéseket, vagy hogyan tudjuk gyógyítani, de az, hogy erőből próbálnak akár kísérleti vakcinákra kötelezni embereket, akár most szűrővizsgálatokra, akár belesodorva hasonló érzelmi zsarolással, amit a Covid diktatúra idején láttunk aktív eutanáziába, ezek nagyon ijesztő. Egyelőre még azt mondom, és remélem, hogy elszigetelt esetek, de fel kell készüljünk arra, hogy Magyarországon is még rosszabb helyzetbe kerül az egészségügy. Nem véletlenül Pintér Sándor alá terelnek be mindent, amivel láthatóan a kormány nem tud, nem is akar mit kezdeni. Oktatás, egészségügy, minden kényes téma. Pintér Sándor mindent vállal. Mi volt a Pintérnek az eredeti foglalkozás? Sofőr? Valami ilyesmire emlékszem. Hát rendőrkapitányként tűnt föl előtte, nem tudom, hogy járta be ezt a ranglétrát, hogy jutott oda, de Orbán Viktornak az egyetlen minisztere, aki valamiért mindig kitart. A helyén van. Tehát egyetlen, aki az első Orbán kormánytól kezdve folyamatosan a helyén van. Valószínűleg nagyon sok információ van mindenkiről. Nekem kicsit most előbb moszorodok a bajuszom alatt, mert belegondolva a te munkádba, azért ez egy... Nem irigylem ezt a munkádat, amit csináltok egyetem a parlamentben. Egy olyan kormány van az országnak, ami rengeteg intézkedésben a nemzetellen dolgozik. És folyamatosan azért harcolni, hogy a nemzetnek a alapvető értékeinek a jogait megpróbáltok kiharcolni a magyar kormány ellen, hát ez nem lehet egy lélekemelő tevékenység, mert hogyha belegondolom. És különösen nehéz lesz most az Európai Parlamentben Borvendég Zsuzsanna LP képviselőnknek, hiszen ott mindig azt mondjuk, hogy ott tényleg a nemzeti szuverenitást erősítő, a magyar érdeket támogató hozzászólások, lobbik kellenek, szemben a Momentum magyar ellenes megnyilatkozásaival. Tehát ők egy kicsit úgy közelítették meg a DK-val együtt, hogy minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb nekik, mert akkor mondhatják, hogy hát ez a kormány felelőssége, bűne, és alkalmatlansága, ami hát részben igaz is, de mégsem képviselhet egy politikus külföldön Magyarországgal szembeni álláspontot. Igen. Tehát nekünk az kell, és ezt próbáltuk egyébként a Magyarországgyűlésben is például, hogy a költségvetés vitájában olyan módosító javaslatot nyújtottam be például, hogy ne fizesse Magyarország az Európai Uniós tagdíjat, az uniónak járó befizetéseinket, amíg mi sem kapjuk meg a nekünk járó támogatásokat. És még megkapja azt, hogy Ukrajna. Hát lesöpörték természetesen. Mindegyiket lesöpörték, tehát több száz költségvetési módosító javaslatot nyújtottunk be, és mindent lesöpörték. Azért ez valamit elárul a nemzeti együttműködés rendszeréről, hogy mindent. Még a helyesírási módosító javaslatot. Tehát pikánsa volt, hogy benyújtottam egy egybetűs helyesírási módosító, objektívat, tehát amikor az észszerű szónak ugye megváltozott néhány éve a helyesírása,
az egy objektív akadémiai kiadványban a magyar helyesírás szabályaiban azt szereplő. És még azt is. Tehát, hogy ez azért mutatja, hogy mit jelent a nemzeti együttműködés rendszere. De azért mégis, összességében azt tudom mondani, hogy amiket képviselünk, amiket témává teszünk, amiben nyomást gyakorlunk, akár ilyen aláírásgyűjtésekkel is, mint amit a mihazánk.hu per petíció címen gyűjtünk. Most ezek előbb-utóbb sikert érhetnek el, és vannak azért olyan fideszes képviselők, akik a büfébe sorba állva azért mondják, hogy milyen jó nekünk ellenzéki képviselőknek, mert mi legalább felszólalhatunk, javaslatokat nyújthatunk be a szűkebb pátriánk, vagy a nekünk őket a párdiktatóra megakadályozza ebben. Területek ügyében, ők meg pontosan, tehát hogyha mondjuk ezt Rogán Antal, vagy újabban mondjuk Kocsis Máté frakcióvezetőként lényegében ugyanúgy a belvárosból ezt nem engedélyezi, mert milyen kellemetlen lenne aztán sajátjukat leszavazni, ők föl sem szólalhatnak. Igen. Mi tematizálunk, és ezek visszaköszönnek ezek a javaslatok sok esetben. Néha persze nem abban a kellő formában, néha csak fél megoldásként, de azért valami elindul. Tehát mondjuk a határkerítésre vonatkozó toroszkai javaslat ugye 2015-ből, ez megépült, ez jó. Az más kérdés, hogy az őrzés nem egészül ki olyan elemekkel, ami indokolt volna. Például a határkerítésen áttörő migránsoknak a helyszíni bírságát, vagy a mobiltelefonok bűnjelként. Ez fegyverhasználat kell, tehát megoldja. Hát ezek a markánsabb javaslatok, már ezt is szorgalmaztuk, hát, hogy akik erővel támadnak a határt védő rendőrökre, katonákra. Nem lenne egy kirívó példa, mert a világnak a legdömtőbb országainak a határát fegyverrel védik. Tehát abszolút védhető. Ez is a javaslataink között van, de azt mondom, hogy még azt se fogadják el, ami ennél sokkal mérsékeltebb, már vállalhatatlanul mérsékelt javaslat, hogy mondjuk egy mobiltelefon bűnjelként történő lefoglalása automatikusan minden esetben történjen meg egy határon áttörő migráns esetében, vagy egy több ezer fontos helyszíni bírság. Hogy rengeteg dokumentum van, amiben bizonyítani lehet, hogy hát sok mindent tisztázni lehet. Hogyne, fel lehetne tárni az embercsempészek útját is. Ez a zsebükben lapuló több ezer euró is jellemzően az embercsempészeknél köt ki. Ehhez képest most már a határt védő rendőrök, korábban katonák még csak ruházat átvizsgálás sem tarthatnak, igazoltatás sem. Tehát egyébként, ami az MT hírben folyamatos hangulatkeltésként megjelenik, hogy hányan próbáltak áttörni a múlt héten, hány százan, hányat kísértek vissza, hát az lehet, hogy ugyanaz a strigula, vagy ugyanaz a személy, csak már sokatszorra strigulázva, mert lehet, hogy 20-szor próbálkozik, 21-szerre meg majd átjut, és tovább grasszál. Hát ezért mondom, hogy vannak olyan markáns javaslataink, amit ki kell előtt kényszeríteni a kormányzat. Előtt drukkolni tudok nektek, hogy végre valami belőle. A lehetőséget is, hogy ezekről egy kicsit itt beszélhetünk. Beszéltünk még egy dologról, és nagyon örülök, hogy erre rábólintottál, hogy a Mi Hazánk mozgalomnak a politikai tervéről szóló könyvecskét mutassuk be hétről hétre, pontosan, hogy mi is az a program, amit itt felvázoltatok, mert azért rengeteg jó gondolat van, és ismerve az embereket, nem szeretnek olvasni, mindent készen akarnak kapni hallgató és látó képben, tehát én arra kérlek, hogy ezt minden hamarabb indítsuk el, hogy a Pirkadat programnak a elemeit szépen vázoljuk föl a televízióban, hétről hétre legyen ebből egy program. Én köszönöm szépen a lehetőséget, remélem, hogy a kabinetvezetőink is helyet kapnak itt a műsorban, és egy kicsit át lehet beszélni minden szakterületet, mert valóban, amit mi programként megalkottunk, el kell jutatni az emberekhez, nem csak így. Fogyaszthatóvá kell tenni. Így van. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm.